Sziasztok, jó reggelt kívánok! Ma egy kényelmes reggel van, itt van velem Varga Feri a Megasztárból, köszöntelek, szia Ferikém! Amit ma csinálunk, az a konyhásnéni integető izomnak a csökkentése, triceps erősítés, és mi igazán kényelmes fiúk vagyunk, ezért ülni fogunk, jó? A lakást most átrendezzük, ez legalább 10 kalória, gyere velem! Okay. Húzzuk ki ezt a cuccot! Hoppá, befordul! És folyjuk a kis kézisúlyt, vagy palackot, kinek milyen van, rájunk a karfára, kihúzzuk a hátunkat délcegen, fölemeljük, felkar fülhöz lezár, leenged, és lassan föl. Hova rohansz, mester? Szép én lassan. Sietek. És nyújt. Ez az. Nyújt. Itt is annyira fontos az ütem, mint amikor énekelsz. Aha. Hiszen szépen rámegyünk, és mindig páros ütemre kinyújtjuk. Azaz. Még legalább egy 8-as kör van hátra. A felkar a fültől ne jöjjön el, se előre, se merre. Akkor tudjuk a leghatásosabb edzést végrehajtani, jó? Okay. Látom a szemeiden, hogy most már kezd hatni. Esetezően nézel a rám. Jó van. 8, számoljunk hangosan. 7, segíts a nézőknek. 6, ez az. 5, már csak. 4, 3, mit ha eredettem volna, leszakad a kezem. Utolsó, megtart. És egy centiget szurkálunk föl, csak kicsiket, ne hagyd abba, gyerünk, meg segítek. Fönt, 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 fönt. Aha, és most fönt, fönt, fönt. Ez az ember úgy néz ki, okay, mint aki szenved. Szerintem igen. Ti is otthon. Oké, okay, és 5, 6, 7, 8. Köszönjük, karcsere. Oké. Okay. Másik kar jön. Figyelj. 3, 2, és... lassan. Fönt. Mindig az a lényeg, hogy szépen telepumpáljuk vérrel, és amikor már úgy érzük, hogy fáj, akkor kezdjük aprózni. Oké. Okay. Ezt már középkorban is így csinálták a kínzómesterek. És még fönt. Ez az. Fönt. Nagyon szép karod lesz tőle. Ez a szép definiált. Persze, ha nem eszel sok tésztát, lisztet, cukrot, mert az eléggé feltölti az ember karját, testét, hájjal, és az nem olyan jó. Azaz. Alig van már hátra, egy hangyányi, 15 másodperc, meg tudjátok csinálni. Na ez az, gyerünk, gyerünk, figyelj, elkészülni, lent tartjuk, és pumpa, pumpa, fönt. Onnan lehet látni, hogy az ember mikor kezd fáradni, hogy kezd a felkar elmenni a fejtől. Aha, ez egy ilyen égető érzés? Igen, bizony. Azaz, gyerünk, 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 20 másodpercünk van hátra ebből, jó? Nem állsz meg. Mert ha megállsz, akkor dobom a súlyzót a Ferire. Megálltam. És fönt, 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 még mindig. Fönt, 5, 6, 7, és lassan engedjük, leteszik a súlyzót. Mit érzel? Fájdalmat. Mert durrant a biceps? Igen. De. Na ez a fontos. Jó vagytok ti is? Lazsáljunk, jó? Lazítsunk egy kicsit. Beszéljünk a csokiról. A kakaó és a belőle készült csokoládé többféle jótékony anyagot, úgynevezett flavonoidokat tartalmaz és antioxidáns hatásúak. Ezért egyértelmű, hogy a gazdagabb kakaótartalmú minőségét csokoládéban magasabb ezen vegyületek mennyisége. A tejcsokoládé is tartalmaz ilyen anyagokat, de csak kisebb mennyiségben, és egyes vizsgálatok szerint a tej csökkenti a felszívódásukat. Ebből a szempontból tehát magas kakaótartalmú étcsokoládé fogyasztása mindenképp előnyösebb, mintha tej vagy fehér csokoládét eszünk. És ami legfontosabb, legjobb a cukormentes csoki. Jó vagy? Jó, nagyon fáj itt a tricepszem. Akkor kicsit nyújtsunk rá, jó? Oké, jó? Üljünk már le, nagyon, ez még ez a hülye ácsorgás, nem? Oké. Hát figyelj, föltesszük itt a kezünket a fej mellé, és nincs benne súlyzó, így megfogod a könyököt, és jó behúzod a nyak mögé, és kellemesen kinyújtod. Ugye, mert jó lesz, hogy ne rángasd, azt sem szabad az izommal csinálni. Jön a másik oldal, nagyon kellemes, és innentől kezdve akár dobálhatunk kőbaltát is, mert nagyon megerősödtünk. Ezt minden héten egyszer, és nem fog a karunk elsorvadni. Ez okay. A fontos. Köszönjük nektek! Az egészség, a karcsúság és a hosszú élet titka az, hogy ne hagyd abba. Találkozunk holnap is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok.